Magyar rendőrök indultak Észak-Macedóniába és Szerbiába, hogy segítséget nyújtsanak a határőrizeti feladatok ellátásában. A magyar rendvédelmi szervek elkötelezettek abban, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók bejutását Magyarországra, az Európai Unió területére, ezért felajánlott a támogatását a nyugat-balkáni országoknak. Ez lesz a téma a következő percekben Barnával és Bakondi Györgyel. Köszönöm szépen a külső stúdióban, ott van Bakondi György, a miniszterelnök úr, belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt, tábornok úr! Jó reggelt kívánok! Mi a jelenlegi helyzet a határszak? És most már nem csak a déli határszakaszon, mert olvasom, hogy Györmoson Sopron megyében is kaptak el embercsempészeket. A migráció, egy kicsit kitágítanám azért, hogy említsek egy másik jellemző adatot, te először a magyar adatokról, a tegnap reggeli adatok szerint 16.300 hatásítőt fogtunk el, vagy a kerítésnél, vagy a kerítésen való átjutást követően. Ezek között előfordul olyan is, hogy az embercsempészek, akik többnyire személyek szállítására, rejtett szállítására alkalmas jármű típusokat használnak. Ezek kiszűrése kerülnek az ország belsejébe, és hát ellenük eljárást indítunk. És hát nem csak a szerb-magyar szakasz, hanem a román-magyar szakasz, helyenként pedig a horvát-magyar határszakaszon is aktivitást tapasztalunk. Ami a bevezetőben említettem, ugye az olasz helyzetről talán csak egy nagyon jellemző adatot, ugye most föloldották a korlátozását a szívacs nevezetű civil szervezeti hajóknak a eddigi bírói zár helyezését megszüntették, és már is az közeledik több száz fővel a fedélzetén az egyik ilyen hajó. Hozzáteszem, hogy ha az idei év első két hónapját vizsgáljuk, akkor több mint 5000 határsértő érkezett Olaszországba, olasz partokra, addig tavaly 2000 néhány száz, az első két hónapban, és Szalvinnek a belügyminisztersége időszakában meg be 261, tehát lehet látni, hogy a politikai döntéshozatal változása milyen markánsan jelenik meg a, az eredményeket tekintve, és hát a spanyol szakaszon pedig, mint ugye már erről beszéltünk, Kanári-szigeteken van igen jelentős, mint egy 900 os növekedés. Most valóban a magyar, hogy a felvezető elhangzott, a magyar rendőri erők mindent megtesznek, akár az ország mélységében az ellenőrzések hatékony végzéséért, akár pedig a határőrizet eszközeivel és jogi felhatalmazásával a határon, sőt, most már hosszú időt a 2015 óta a magyar rendőri erők a Balkánon is részt vesznek a hatázati feladatokban, abból a célból, hogy minél messzebb lehessen megállap, megállítani a migrációs mozgást a magyar és ezáltal az Európai Unió határától együttműködésben az ottani rendvédelmi erőkkel. Tehát van, akkor a ott szolgálatot teljesítő és most is kiérkező magyar rendőröknek mi a tapasztalataik, akik már visszajöttek, mit mondanak? Ők viszonylag nagy számú határsértővel találkoznak, főirányokba tevékenykednek, mindig a, a, az Észak-Macedón, vagy éppen a szerb szakasz a szerb rendőri erőkkel közösen használják a technikai eszközeinket, úgy értem, hogy hőkamerákat elsősorban, és ezáltal az ottani határüzet szilárdságát jelentősen javítják, és ezért a, az irányító rendőri szervek vezetőitől, és természetesen a kormányzati szintről is nagyon sok elismerést kapnak az ottani példás helytállásukért. Ha már tábornok úr említette a Molaszországot, én egy picit visszakanyarodnék, ez a Szívacs hármas ami majdnem 400 migránssal a fedélzeten közelít a partokhoz, mert két Máltától is, és a olasz hatóságoktól is kikötési engedélyt. Én nem olvastam, hogy megkapta volna, persze ettől még lehetséges. Ám ha beengedik a hajót, ez mennyire változtathat az olasz migrációs politikán? Mert ezt a új miniszterelnök Mária Drági is tudja, hogy ez most szakító próba lehet talán. Ez így van, ez az első olyan alkalom, amikor az új kormánynak, személyesen a drági miniszterelnöknek döntést kell hoznia egy konkrét ügybe, tehát túl a, a politikai ígéreteken, most akkor szembesülni kell a való világgal. A Liga, melyik a Szalonini pártja, már kijelentette, hogy határozott lépéseket kell tenni a migráció megállítására, és hát ugye ne felejtsük el, hogy az előző kormányzat időszakában a Szálvini ellen büntetőjárást indítottak, mert egyik alkalommal nem engedte kikötni azokat a hajókat, amelyek, azt a hajót, amelyik nagy számba hozott illegális migránst Afrikából, vagyis el kell dönteni és világosá kell tenni, hogy a jogszabály és a jogalkalmazás, a kormányzati döntéshozatal az a polgárok érdekeit képviseli, avagy valamilyen más politikai irányokat próbál megvalósítani a mindennapi gyakorlatukban. Szakértők már is arra figyelmeztetnek, és még egy gondolat eléréig az olasz helyzetnél maradva, hogy amennyiben a hajót nem engedik kikötöni, az jelzés lehet a migránsok felé is, hogy itt változás van, fordulat jöhet. Ez látható volt a, az előző kormány előtt, a Szalvéni belügyminisztersége idején, hogy abban a pillanatban, ahogy a szigorításoknak érvényt szereztek, és nem engedték kikötni, nem engedték az olasz partokat megközelíteni, és egyre hatékonyabban támogatták a líbiai parti őrséget a kifele irányuló határsétők számának korlátozásába, megállításába, ez azonnal hatást gyakorolt az embercsempész csoportoknak a a haszonervű működésére, hát ugye ők üzletemberek, tehát itt az üzletről, a pénzről van szó, ha nem tudják teljesíteni azoknak azt a szolgáltatást, amelyet, amelyet a pénzt kapják, vagyis hogy Európába juttassák a migránsokat, akkor ez óhatatlan, hogy visszaveti az ő üzleti tevékenységüket, és más megoldásokat kell keresni, így aztán a legutóbbi szigorítások hatására is eltolódott, Tunézia, Algéria felé az útba indulása a líbiai partoktól, és egyre inkább próbáltak Spanyolország felé, vagy éppen a balkáni migrációs út felé terelni a tömeges illegális migrációt. Vagyis ez egy érzékeny mérleg, amelyet a politika tud beállítani. Én úgy látom, hogy most egy forduló ponthoz érkezünk a döntéshozatal szempontjából. Az olasz kormánynak választ kell adni arra, hogy az olasz lakosság érdekeit védelmezi, vagy pedig az Európai Unió homályos elképzeléseit az integrált szétosztásról és a kötelezők póták szerinti szétterítésről. Bízok abban, hogy a politikai józanság és a politikai választások, a tömeg, a nép akaratának az érzékeléséből inkább pozitív változás következik be az illegális migráció megállítását tekintve. Tábornok úr, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.